A Covid vakcinázás azt mutatta meg, hogy ezek a vakcinák inkább ártottak, mint segítettek. És innen fölébredt a nép, és elkezdtek kutatni azt, hogy de miért is kap, azt hiszem, 44 vakcinát egy 14 éves korig egy gyermek. Tehát ennek véget kéne vetni. Vannak olyanok, amik ellen abszolút felesleges, például a mumps vagy a rózsahimlő. Tehát ezeket át kell rajta esni, és egy élettartó védettséget ad. Ezt nyilvánvalóan a WHO írja elő. Ez egy hatalmas biznisz, ez nagy üzlet. Tehát ez a vakcinagyártók és a vakcina beadók biznisze. Több ilyen konferenciát kéne tartani, mint ez, illetve nagyobb népszerűséget kéne adni, és meghallgatni a véleményeket, és nem lesöpörni, hogy laposföldhívők vagyunk, hanem előnyök és hátrányok. És a kettőt kéne mérlegelni, mert egy olyan vakcina, ami eredményt nem hoz, de belehalsz, az nyilván nem vakcina, mert már az első törvényt megszegte, nem használt, csak ártott. Az egyik előadónk azt mondta, hogy 230 éves tévedést kellene helyre tennünk. Ennyi ideje oltakozik az emberiség, és egyre inkább látjuk, hogy minden egyes oltás, a gyerekkori, a felnőttkori, a tinédzsereknek adott minden oltással probléma van. Igazából mindegyik hazugságra épül. Azt gondolom, hogy ez a rendezvény sorozat ez nagyszerűen felszínen tartja ezt a témát. Rengeteg téveszme és hazugság van ebben a témában, és nagyon örülök, hogy lehetőségünk van ennek az előadás sorozatnak a keretében ezeket a problémákat felszínre hozni és kitárgyalni. És úgy látszik, hogy a hallgatóság ezt meghálálja, mert egyre több ember is ébred, és tudáshoz jutnak. A tudás nélkül pedig nincs változás. A legfőbb ideje ezeket a gyerekkori oltásokat revízió alá vonni, és megvizsgálni, mi az, ami valóban feltétlenül szükséges, és mi az, ami nem. A legsúlyosabb dolog, ami véleményem szerint az oltás körül, a védőoltás körül létezik ma, az, hogy nincsen párbeszéd. Tehát, hogy mi mondjuk a magunkét, ők meg oltanak tovább. Én kerekasztalt javasolnék, úgy képzelem el ezt a kerekasztalt, hogy ott ülnek az oltáskritikus orvosok, akik azért járatosok a szakirodalomban, ott állnak gyakorló gyermekorvosok, és ott állnak azok is, akik ezeket az intézkedéseket hozzák és aláírják. Egy ilyen megkövesült dogmával van dolgunk, amivel egyszerre nagyon nehéz fogást találni rajta, és ugye az előadásomban elmondtam, hogy például a TBC-ről már a WHO is kinyilatkoztatta, hogy nem ez mégse hatásos ez a védoltás, és mi mégis a 2-3 napos csecsemőt, hogy újszülöttet oltjuk be vele. Európa számos országában nincsen kötelező védőoltás. Például Svájcban nem lehet senkit akarat ellenére védőoltásra kényszeríteni, vagy például Romániában is, nem tudom a pontos számot, de tudom, hogy lényegesen kevesebb oltást vesznek fel a gyerekek. Tehát Magyarországon nagyon rossz most a helyzet. Szinte minden ország aláírta azt az engedményt az oltó cégek fele, hogy az oltás okozta károsodásért ők nem felelősek. Na most, ha ezt a COVID-19 injekciót, ezt mondjuk génterápiás eljárásnak hívják, ahogy ez benne van eredetileg a Moderna szabadalmában, és számos Pfizer szabadalomban is, akkor a gyártók kötelesek lennének felelősséget vállalni azokért a káros hatásokért, amiket ez az injekció okozott. Tehát ezért nem mindegy, hogy a COVID-19 az oltás, vagy pedig mondjuk génterápia. Azt tudjuk, hogy természetes szemét, növényállatot, embert nem lehet szabadalmaztatni, de ha már módosítottak egy növényt, vagy egy állatot, az igenis szabadalmaztatható. Vajon érvényes ez az emberre, és ha érvényes, akkor ennek mik a jogi következményei?